Hitélet mai műsorában a Görög Katolikus Egyházról 2019-ben készült műsorainkból válogatunk. Keresztszentelés a Beregszászi Görög Katolikus Kollégiumban. 20. alkalommal zarándokoltak a kárpátaljaiak Mária Pócsra. Az ikonok jelentősége a keleti egyház életében. Proszfora sütés Salánkon. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Keresztszentelési ünnepséget tartottak július 9-én Beregszászban az épülő Ortutai Elemér Görög Katolikus Szakkollégium udvarán. A szertartást magyar görög katolikus lelkészek celebrálták Luscsák Nílus, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye segédpüspökének vezetésével. Az ünnepségen részt vett Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, aki köszöntőjében felidézte az Ortutai Elemérhez fűződő emlékeit, az egykori lelkés sorsát, töretlen lelkesedését és példaértékű hitét. A szentelés után az épület kupolájára helyezték a keresztet. Ezt követően a jelenlévők belülről is megtekinthették az épület együttest. Görög Katolikus Egyházunknak a 1989-ben történt újjáéledése óta ez az első kollégiuma, főiskolai kollégiuma, mindenképpen fontos, hogy megépüljön, hogy megszervezések előtt, és nagyon fontos volt a felnőtt képzésünk szempontjából, hogy legyen egy olyan hely, ahol a saját hivatásunknak a gyakorlása mellett azokat a képzéseket el tudjuk végezni, hogy lelkileg is Kárpátaljához és az egyházhoz kapcsolódjanak ezek a fiatalok. Reményeink szerint ebben az évben be tudjuk fejezni az építkezést, reméljük, hogy átadásra is kerül, és a kollégiumot azok számára hoztuk létre, akik Beregszász felsőoktatási intézményeiben, elsősorban a Beregszászi Főiskolán, a Rákóczi Főiskolán tanulnak, de mindazoknak, akik a szakképzésben részt vesznek Beregszász szakképző intézményeiben, őket is várjuk majd a kollégiumban. Sajnos az új tanév kezdetére emberi számítás szerint nem tudunk elkészülni, de emberi számítás szerint a naptári évnek a végére, tehát ennek a tanévnek a másik szemeszterétől tudnak majd itt lakni a diákok. Egyházi jellegéből fakadóan azt a szellemiséget szeretnénk folytatni és átadni a diákok számára, amit egyrészt már gyakorlunk a jelenlegi szakkollégiumi rendszerünkben, hogy a diákjaink számára, az itt lakók számára már át tudjuk adni azt a szellemiséget, ami a görögkatolikus egyházhoz kapcsolja őket, a kárpátai magyarsághoz kapcsolja őket, kárpátai népeihez kapcsolja őket. Gyakorlatilag azt a szellemiséget, amit dr. Ortutai Elemér, a kollégium névadója megfogalmazott önmaga számára, és amit gyakorolta az élete folyamán is a kárpátaljai népeknek az együttélése, szeretet, és hát természetesen ugye az egyházi hagyományainknak a gyakorlása mentén. A Mária Pócsi Mária kegykép évtizedek óta a görögkatolikus hívek fontos zarándok helye. Idén 20. alkalommal keltek útra a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület tagjai több mint 20 egyházközségből, hogy részesei lehessenek az Isten szülővel való lélekbeli találkozásnak. A 62 kilométeres táv első felét 300-an tették meg, majd a második napon 350 főre nőtt a zarándokok száma. A menet élén egymást váltották a hívek, akik hagyományosan a beregdédai templom fakeresztjével vezették a csoportot. Az út első pihenőjét Vásárosnaményban tartották. A helyi görög katolikusok frissítővel várták a zarándokokat, ahol a biztató szó és a lélekmelengető imádság sem maradt el. Nekem nem ismeretlen ez a csoport, én Mária Pócson szolgáltam 3 évig, és minden éven láttam a fájó lábbal érkező, nagyon hosszú úton túllevő magyar görög katolikus embereket, akiknek fontos volt, hogy az Isten szülőhöz eljöjjenek, és valahogy mindig az a gondolat fogalmazódott meg bennem, titeket látva, amit egy távol-keleti nagy gondolkozó mondott, aki azt mondta, hogy bolond ember az, aki csak ül a szekéren, de nem tudja, hogy merről jön és hogy hova tart. Hát a zarándok ember abban különbözik a világnak a többi siető, rohanó, gondjait látó emberétől, hogy ő tudja, hogy honnan indult, és legfőképpen áhítja a célt, hogy hova tart az Isten szülő Szűz Máriához.
minden egyes lépésetekkel, minden egyes izzadság cseppetekkel, amit hullattok ezen az úton, ti tanúságot tesztek. Tanúságot tesztek ebbe a mai világban, ahol kezdik elfelejteni, hogy mi a csend, kezdik elfelejteni, hogy mi a fáradtság, kezdik elfelejteni, hogy mit jelent az áldozathozatal, mit jelent a hit, a remény és a szeretet. Ti ebben a világban, azzal, hogy összegyűltök, azzal, hogy Mária Pócs felé igyekeztek, igenis megmutatjátok a világnak, hogy vannak olyan emberek, akik őrzik ezeket az értékeket, akiknek fontosak ezek a dolgok, tesznek érte, és tanulságot tesznek ebben a világban. Megkérdezitek az Istentől, hogy honnan jöttetek, és nem felejtitek el. És megkapjátok a választ is tőle, hogy az örök hazába tartotok, és ezt soha nem felejtitek el útközben. Erről szól az zarándoklás. Erről szól minden egyes lépés, amit ezen az eseményen tesztek. Krisztusban, kedves testvérek, egy valamit szeretnék útra valóul, a szívetekbe vésni, a tarsajotokba tenni. Ez pedig nem más, mint az a gondolat, amit József Attila, szép nyelvű magyar költünk megfogalmazott. Vigyázzatok, hogy ne járjatok úgy, mint ő, aki azt mondta, hogy az egész világot átszelte, hogy megtalálja az Istent. De az végig ott állt az ő háta mögött. Az Isten minden nap veletek van. Ezen az úton ő várt titeket Mária Pócson. Azért indultatok el, hogy vele találkozzatok. És, ahogy egy híres gondolkozó mondta, sokszor az út végén jön rá az ember, hogy nem az úti cél a lényeg, hanem maga az út. Persze, eljutni Mária Pócsra szép dolog. Imádkozni az Isten szülőhöz a lelket emeli. De ne felejtsétek el, hogy az oda vezető út épp úgy hozzátartozik, mint majd az érkezésnek a csodálatos pillanata. Az úton zömében 20 és 40 év közötti hívek vettek részt, többen közülük már sokadik alkalommal. A csoport pusztadoboson szállt meg, az iskola tornatermében töltve az éjszakát. A pusztadobosiak az évek során szoros barátságot kötöttek az zarándokokkal, így idén is szívélyesen várták őket. 20 év, ha gondolkodunk rajta, emberöltőleg is sok. Generációk nőttek föl ez idő alatt. Ezen a településen is, határainkon túl is, és úgy gondolom, hogy bőven vannak itt olyanok, akik még a 20. életévüket be sem töltötték. 20 év, mit is jelenthet ez? A szülőfalumban, ami ide 50 kilométer, van egy görög katolikus templom, és ott az emlékművén van három szó. Ez a három szó így hangzik: az élet, áldozat. Amikor ezt az emlékművet fölállították, és ezt a három szót rávésték, akkor azok az emberek úgy gondolták, hogy az életben nagyon sok áldozat van, amit meg kell hozni. Áldozat, döntés, amit véghez kell vinni, meg kell valósítani. Kedves zarándokok, az élet áldozat. Gondoljuk végig, hogy az eltelt 20 évben ez a település, ha mondhatjuk így, mennyi áldozatot hozott évről évre. Kedves befogadók, pusztadobosiak, gondoljuk végig, hogy ez alatt a 20 év alatt a településünkön megfordult zarándokok mennyi áldozatot hoztak értünk. Milyen érdekes az élet áldozat. Mind a befogadónak is, az otthont adónak is, mind pedig a zarándoknak is. Vagyis össze vagyunk kapcsolva. Egy életünk van, és ezt az egy életet lehet, hogy sokszor áldozatként éljük meg, de mégis törekednünk kell, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. Én így köszöntöm kedves minnyájukat, saját magam nevében, az egyházközség nevében,
Úgy gondolom, hogy minden pusztadobosi nevében. Legyen az bármilyen felekezetű, legyen az bárki, de mindannyian ezt az áldozatot hozzuk, az áldozatot vállaljuk, és áldozatot kérünk. Egy életünk van, ezt éljük meg a legjobban. Isten hozta kedves minnyájukat ezen a településen 20. alkalommal. 20 év, sok barátság, sok kapcsolat, sok áldozat, de egy élet. A zarándokok között nem csak görögkatolikus hívek voltak, hiszen a Mária Pócsi könnyező szűzanya elé kortól, vallástól, nemzetiségtől függetlenül bárki odajárulhat. Az út során a zarándokok görögkatolikus szertartásokat végeztek és Mária énekeket énekeltek. Egyes hívek terhüket tették le az Isten szülő elé, mások vigasztalást kértek vagy fohászkodtak, voltak, akik hálát mondani mentek. Egy dologban viszont mindenki egyetértett. A zarándoklatnak nem csupán a végcélja volt fontos, léleképítő, hanem legalább annyira az út, amelyet együtt, közös erővel, egymás biztatásával tettek meg. Ikonosztáz szentelést tartottak Forgolányban. A szent liturgia után Luscsák Nílust, a munkácsi görögkatolikus egyházmegye segédpüspökét az ikonok jelentőségéről, illetve püspöki tevékenységéről kérdeztük. Az ikonok tisztelete és maga az ikonfestészet is nagyon fontos részét képezi a keleti egyház életének, és már az egyház nagyon korai időszakában megjelent. Az ikonok történelmi útja nem volt könnyű, hiszen a bizánci birodalom idején, a képrombolás korában több császár is fellépett az ikonok tisztelete ellen. Számunkra viszont nagyon fontos az, mire tanítanak bennünket az ősatyák. Ismerjük Nagy Szent Vazul tanítását, hiszen egy új ikonosztáz megáldásakor is az ő szavait idézzük, miszerint egy ikontiszteletekor a tisztelet az ikonon ábrázoltnak szól. Ha mi például egy Krisztust ábrázoló ikon tisztelünk, akkor a mi tiszteletünk személyesen Krisztusra vonatkozik. Ha mi csókkal illetünk egy Isten szülőt ábrázoló ikont, akkor az ilyen formában kimutatott tiszteletünk az ikonon ábrázolt szűzanyára vonatkozik. Egyházunkban az ikontisztelet egy nagyon egészséges gyakorlat, hiszen ez a tisztelet minden esetben annak szól, akit az adott ikon ábrázol. Arra igyekszünk tanítani a híveket, beleértve a fiatalságot is, hogy az ikontisztelet és a hódolat ne legyen csupán egy üres cselekvés, hanem értsék, az ikon előttet hódolat a rajta ábrázoltnak szól. Manapság már a nyugati egyházban is elterjedt az ikonfestészet. Sokan jönnek hozzánk például Lengyelországból, ahol alapvetően római katolikus hagyomány dominál, hogy megtanulják tőlünk az ikonfestészet nagyon mély, lelki tartalommal bíró művészetét. Számunkra tehát az ikonfestészet nagyon fontos, és ahogy mondtam, ennek gyökerei a korai kereszténységből fakadnak. Miért fontos az, hogy a templomban legyen ikonosztáz? Ott ugye több ikon is van. Igen. Ma egy kisebb ikonosztázt áldottunk meg. Ezen láthattunk egy képsort, amely általában minden templomban azonos, illetve egy az ünnepeket megjelenítő sort. Az ikonosztáz szerepe az, hogy jelképesen érthetővé tegye számunkra a keleti rítusú templom felépítését. Az ikonosztáz elkülöníti a templom szentélyét a hívek terétől. Ennek nagyon mély, szimbolikus jelentősége van, ugyanis a szentélyben történik a vér nélküli áldozatbemutatás, azaz a szentmise, ahol a Szentlélek által megtörténik a kenyérnek és a bornak Krisztus testévé és vérévé történő átváltoztatása. A szentély ezen része számunkra mindig a mennyei Jeruzsálemet ábrázolja. Az Isten országát jelenti számunkra, ahol a pap Krisztust jeleníti meg. A templom azon része pedig, ahol a hívek vannak, az egyház azon részét jelképezi, amely még itt él a földi életben. Ezért is a templom egyfajta zarándoklatot jelenít meg számunkra. Az ember zarándoklatát, aki a földi életből az Isten országa felé, a földi templomból a mennyei felé tart. A mennyei templomból kapjuk a legszentebb oltári szentséget, amely építi az egyházat. Az eukarisztia a keresztény élet központja, ezért a templom szentélyi része az eget jelképezi, ahonnan eljön az Úr, hogy megáldjon bennünket.
Az ikonosztáz egyfajta falként jelenik meg, ami elkülöníti a templomnak ezt a két részét, de természetesen csak jelképesen. Az ikonosztáz felszentelésekor mondott imában elhangzik, hogy az ikonokon a testi szemeinkkel olvashatjuk megváltásunk történetét. Mindaz, ami le van írva a Szentírásban, az ikonosztázon testi szemeink számára válik láthatóvá, ahhoz, hogy szemlélhessük Krisztus születésének, illetve szenvedésének történetét, melynek végén a keresztet láthatjuk, mely alatt ott áll az Isten szülő és János apostol. Az ikonosztáz tehát a megváltás történetet jeleníti meg, amit mi mérhetetlenül tisztelünk, hiszen mi mindannyian Isten hatalmas szeretetével megváltott emberek vagyunk. Önt 2013-ban szentelték püspökké. Vannak-e olyan pontok az eddigi életútján, amit kiemelne? Ну, звичайно, що номінація моя була в листопаді 2012 року. A kinevezésem még 2012. novemberében történt. A szentelést, melyre 2013. januárjában került sor, Milan Sasik megyéspüspök, Cyril Vasil érsek, a Keleti Egyházak kongregációjának titkára, és William Skurla Pittsburghi érsek metropolita végezte. Azóta már eltelt egy kis idő, már több mint 6 év. Most már 7. éve vagyok a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke. Számomra nagy megtiszteltetés az, hogy a saját egyházmegyémben szolgálhatok, hiszen én Ungváron születtem és ott is nőttem fel. 1993-ban felvételiztem az ungvári Romzsa Tódor papnevelő intézetbe. Akkor olyan kegyelemben volt részem, hogy több alkalommal is személyesen elkísérhettem Szemedi János megyéspüspök urat, és magam is megtapasztalhattam, milyen nagy a mi egyházmegyénk, és milyen távolságok vannak benne. Akkor szemináristaként tanulmányozni kezdtem az egyházmegyénk távolabbi pontjait, és ami megérintett, hogy számos olyan nemzetiségünk van, mint például a magyar is, melynek a kerületében most is vagyunk, amely nagyon értékes kultúrával és hagyománnyal rendelkezik. Ez nagy kincs a számunkra. Nagy kihívást jelent a magyar nyelvű szent liturgiákon való részvétel, de igyekszem megtanulni. Az elmúlt 6 év az az időszak volt az életemben, amikor az Isten megmutatta nekem a Munkácsi Egyházmegye lakosságának is, híveinek szépségét. Nagy tapasztalat számomra az egyházmegyénk fiataljaival és időseivel folytatott beszélgetések sokasága. Sok örömet jelentenek az egyházközségekben tett látogatásaim. Természetesen vannak kihívások és nehézségek is, amiket látok, mint például a fiataljaink elvándorlása. Gyakran találkozom a kisebb településeken a félig üres templomok jelenségével is. És hát engem, mint papot, mint püspököt nem hagynak idegen ezek a dolgok. De tudom, hogy Isten itt van közöttünk. A papjaink többsége, melyekből több mint 300 van az egyházmegyénkben, fiatal papok. Ők nagyon sokat tehetnek, különösen az ifjúság evangelizációja terén. Az evangelizációra az idősebb nemzedéknek is nagy szüksége van, hiszen a kommunizmus időszaka sok sebet ejtett a szüleink korosztályának lelkén, és ezért igénylik a katekizálást és az evangelizálást. Ebben a fiatal papjaink nagyon sokat segíthetnek. Mindez pedig nagy örömmel és reménnyel tölt el, hogy jó cél vezet minket. A fiatal papjaink életre való nyitottsága pedig egyházunk öröme és büszkesége. Igyekezni fogunk folytatni az evangelizációt és egyházmegyünk szépségének bemutatását az embereknek. És hát igyekezni fogunk megtenni azt, amire a II. Vatikáni Zsinat szellemében az egyházunk buzdít minket, mégpedig az ökumenizmus megélésére, az ortodox, illetve a református egyházakkal való párbeszéd ápolására. Már most is sok pozitív eredményt értünk el, de még van mind dolgoznunk és van mit tanulnunk. Tanulnunk kell a nyitottságot, az őszinteséget és a többi egyházakkal való baráti kapcsolatok kiépítését. Proszforát sütött a Salánki Görögkatolikus Ifjúság templomuk címünnepére készülve. Régebben egy-egy gyülekezeti tag felajánlásaként érkezett az áldozati kenyér és a bor a szent liturgiára, amikor az adományozó családért és tagjaiért külön imádkozott a szertartást vezető atya. Most új hagyomány van éledőben a településen. Salánkon a templomunk búcsúünnepe november 8-án van, Szent Mihály főangyal és az összes mennyi erőknek az ünnepe. Azért szoktam hozzátenni az összes mennyi erőknek az ünnepét, mert a régi fa templomnak az ikonosztázionján nem csak Mihály angyal van egyedül ábrázolva az ikonosztázion jobb oldalán,
mint a templom védő szentje, hanem a 9 angyali rend. Tehát teljes angyali kar, ezért is szoktam hozzátenni szívesen a Mihály főangyali és az összes mennyei erőknek az ünnepe a november 8-a. És most Salánkon egy hagyományőrző programot szeretnénk megvalósítani. Néhány nap előtt, a templombúcsú ünnepe előtt a gyerekekkel sütöttük a proszforát, azt a kenyeret, amit ugye az előző este a vecsernyén a pap megáld, tehát litiás vecsernyének szoktuk nevezni, és litia szertartását végezzük el a vecsernye keretébe, aminek a végén ezt a kisült kicsi proszforákat a gyerekek majd elfogyaszthatják a vecsernye végén, illetve ebből a kisült proszforákból 5-öt fogunk felhasználni majd az ünnepi szent liturgia végzéséhez, aminek a végén szintén lesz majd antidurosztás, ami az ősegyházban lévő szeretett lakomát jeleníti meg a számukra. A proszfora tehát az a kenyér, amit a szent liturgiához használunk. Általában egy pecsét is van rajta, egy kereszt alak is, ICX-nika felirat, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus győz. Ebből a kenyérből, proszforából vágja ki a pap a Jézus Krisztus testét ábrázoló bárányt, ez egy négyszög alak, ami maga a pecsét, aztán további részecskéket. A régi hagyomány azt írja elő, hogy 5 proszforából kell végezni a szent liturgiát, az egyikből magát, Krisztusnak a testét, a bárányt vágja ki a pap, a másodikból az Istenszülő Szűz Máriát ábrázoló proszforából az Istenszülő részecskét, ami háromszögű, és aztán a harmadik proszforából 9 szentnek a részecskéjét vágja ki, a negyedikből az élőknek a részecskét, akikről megemlékezik a szent liturgiában a pap, az ötödikből pedig az elhunytakért vág ki részecskéket, akiket megemlít az előkészületi liturgiában, amit proszkomédiának nevezünk és hívunk, és ugye a szent liturgiában ezekért az emberekért imádkozik a pap, illetve emlékezik meg róluk a pap az imádságaiba, és kéri a mindenható Isten áldását rájuk. A proszforának vannak olyan részei, ami nem kerülnek rá a diszkoszra, és nem használjuk fel a szent liturgiához, a szent liturgia végzéséhez. Ezeket hívjuk antidor részecskéknek, amelyeket kihoztunk az áldozás után. A gyerekeknek, illetve azoknak az embereknek általában, akik nem részesültek a szent áldozásban. A salánki görögkatolikus egyházközségben sokadjára szerveztek kézműves alkalmat a gyülekezet tagjai számára. A Csóri Sándor alaptámogatásával létrejött délutánok témáit különböző, az egyházban esedékes ünnepre, eseményre építették. Nagy részt mézes kalács sütéssel foglalkoztam, gyertyelentéssel, gyertyamártással, sodrással, csigattészta készítéssel, különböző korosztály vett részt ezeken a kézműves foglalkozásokon. Általában a liturgikus évhez, az ünnepkörökhöz kapcsolódtak ezek a kézműves foglalkozások. A gyertyaszentelőhöz ugye a gyertya készítés, de aztán a gyertyázás úgy kiterjedt szinte mindegyik nagy ünnepünkhöz, hiszen a húsvéti kosárba is készítettünk gyertyákat. Valamint most halottak napja alkalmából is koszorúkészítés, gyertyamártás és kültös kalácssütésre került sor. Halottak napján minden szentek ünnepén arra akartuk felhívni a gyerekek figyelmét, hogy környezetünket azt óvni kell, és ne szemeteljünk a temetőnkben műanyag koszorúkkal és mécsesekkel, és ehhez biztosítottunk alkalmat, hogy tudják saját maguk elkészíteni természetes anyagokból a koszorúkat. A vásároknak a célja az, hogy egyházunk területén létesítsünk egy játszóteret, hiszen a falunkban nincs játszótér, és nagy igény lenne rá, úgyhogy az elmúlt évben már sikerült is egy kisebb összeget összegyűjteni, és bízunk benne, hogy lesznek még adományok is, és tavasszal már hozzákezdhetünk a játszótér építéséhez. A salángi közösségépítő kézműves foglalkozásokon tehát a gyermekek és felnőttek megismerkednek a görögkatolikus vallás ünnepeivel, a hozzájuk kapcsolódó szertartásokkal és azok kellékeivel. Az alkalmakon készült alkotásokat értékesítik, és a befolyt összeget a gyülekezet javára fordítják.